A gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai és résztvevői találkoztak egymással a 60-i Adi Endre könyvtárban. Az eseményt Semperger Katalin, a Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat vezetője nyitotta meg, majd Horváth Riárt polgármester köszöntötte a résztvevőket. Mindezek után a múlt év értékelésével folytatódott a konferencia, mondta a 60 Család és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője. Gulyás Bejáta kiemelte, az elemzést és a jövőbeli feladatok terveit a szociális ágazatban dolgozó munkatársak a jelzései alapján készítették el. Egy kérdőívet küldünk ki a jelzőrendszeri tagoknak, az előző évi tapasztalataikat, véleményeiket tudják itt leírni és elküldeni a részünkre, és ezekből az adatokból, véleményekből, tapasztalatokból, illetve a saját tapasztalatainkból összeállítjuk az előző évi ö, szociális és gyermekvédelmi szakmai munkát. Gulyás Bejáta hozzátette, hogy a gyermekvédelmi jelzőrendszer célja, hogy a tagok feltárják a fiatalokat érintő problémákat, és jelezzék azt a család és gyermekjóléti szolgálat részére. A szakember azt is elmondta, hogy milyen negatív jelenségekkel és esetekkel találkoznak a legtöbbször a munkájuk során. Az egyik az igazolatlan iskolai hiányzás, ez az általános iskolás és középiskolás gyerekeket érinti. Nagyon gyakori a magatartás zavar, beilleszkedési zavar, ez szintén inkább az általános iskolás gyermekeket érinti. És a harmadik probléma pedig a, a gyermekpszichiátrai betegségeknek az egyre növekvő száma, az viszont minden korosztályt érint sajnos. A család- és gyermekjólíti szolgálat vezetője kiemelte, hogy a jelzőszolgálat hatékony működését az is mutatja, hogy sajnálatos módon egyre több problémára derül fény.